Johnson ilyennek képzeltelek? Én is, csak egy kicsit magasabb vagy. Ez a kapcsolat nem fog működni, Zarzambot. Azért mondod, mert én egy bogár vagyok. Nem, azért mondom, mert meg akarnak pörkölni benneteket láncszoróval, és nem akarom, hogy ez megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy szeretsz egy picit. Nem tudok élni nélküled. Betty, ne adjuk fel. Győzzük meg a mieinket, hogy éljenek békében és harmóniában. Igazad van. Holnap korán reggel beszélek anyával. Anya! Beszélhetek veled egy percet? Ki kell takarítanod a szobádat? Szerelmes vagyok. Ez nagyon szép, drágám. Várj csak, kibe vagy szerelmes? Zorzonbordba. Zorzon, mi? Nincs itt senki, akit így hívnának. Zorzonbord egy csótány. Csótány? Szerelmes vagyok egy csótányba, és összeházasodunk. Eldöntöttem, és senki sem fog meggátolni. Anya? Anya, jól vagy? Igen, adj egy percet, szedjem össze magam. Már is jobb. Betty, nem mehetsz hozzá egy csótányhoz. Gondolj csak bele, nem könnyű pelenkázni egy hatlábú gyereket. Zorzonbord nem közönséges bogár, anya. Az űrből jött. Hogy? Vagyis? Igen, földön kívüli lény. Az ő fajtája nagyon fejlett, intelligens, mint mi emberek. Földön kívüli lény? Pontosan, lesz egy földön kívüli rokonod. Ezt nem hiszem el, az álmom beteljesült. Épp ezért jöttem ide, hogy vendégeket fogadjak a távoli ismeretlenből. Ó, Istenem, azt hiszem, le kell mondanom a bogár trófeáról. És mondd csak, ez a fiú jó családból származik? Tisztában vagy vele, miket beszélsz, Bobby? Teljes mértékben. Benjamintól hallottam. A marsik meghívták a csótányokat vacsorára. A rémálom valóra vált. Monika, nem léteznek földön kívüli űrcsótányok. Ha nem hiszel a földön kívüliekben, az a te bajod. Nem, Betty baja. Ez az ő agyszüleménye. El kell vinnünk kivizsgálásra egy pszichizéhez, egy pszichiáterhez. Georgicim, beleegyeztél? Nem léphetünk vissza. Remélem, ízleni fog a salátám. A csótányok minden elők, anya. Vagyis bármit megesznek, akár csak mi. Ha olyanok, mint te, akkor nem esznek semmit. A király itt fog ülni, a felesége meg ott. Remélem, kihangsúlyoztat, hogy meghívjuk a királyi párt is. Igen, igen. Na, ez már több a soknál. Kezdtek az idegeimre menni. Mondtam már, és megismétlem, nem léteznek földön kívüliek, és nem járnak az emberek házaiba vacsorázni. Nyugodj meg, drága Georgeom. Betty előbb-utóbb ráun arra a bogárra. Soha nem mondok le Zorzonbordról, ő életem szerelme. Szándékosan teszed ezt velem. Ki akarsz készíteni? Jól érzem magam vele. Én vagyok az egyetlen, akit szeret. Semmi gond, fiam. Beszéltem Borisszal, minden kézen áll. Nyugodj meg, drágám! Ha már anyádban sem bízhatsz, akkor kiben? Meg kell szabadulnunk a trófeától! Mióta hordasz te fogszabályzót? Mióta Benji rájött, hogy Betty fogszabályzója adóvevőként működik, és fogja vele Zorzonbord gondolatait. Ezzel mi is kommunikálhatunk a vendégeinkkel. Tedd fel, papa! Beszélhetsz a csótányokkal. Teljesen meghibbantatok! Ha azt képzelitek, hogy egy sereg csótány vacsorázni fog nálunk, akkor nagyon tévedtek! Megjöttek, itt vannak! Micsoda megtiszteltetés! Ahogy megegyeztünk, apa elhozta mind a 2765 feleségét. Ez borzasztó. Honnan szerzünk ennyi széket? Elképesztő. Mit vétettem, hogy ezt érdemlem? Férje! Érzik a hangulat! Ne! Babisz, meghívtál?
Azt hittem, ez csapdaj kifüstöljük őket. A nagymama ezt mondta. Hálásak lehettek volna. Ők a vendégeim. Senki sem árthat nekik. Köszönöm, hogy megvédett, tisztelt házigazda. A lányom méltó rá, hogy a fiam Zorzombort 39. felesége legyen. 39. A fiam még nem mondta, hogy 38 felesége és 11.577 gyereke van. Betty, drágám, a többi 38 nem jelent semmit számomra. Téged szeretlek. Mivel egykorú szerettelek, Zorzombord, 10 percet kapsz, hogy elhagyd az űrállomást. A feleségeiddel, a gyerekeiddel és az undorító fajtáddal együtt. Aztán minden bogarat megperzselek. Hallottad? Soha többé nem akarok látni egyetlen bogarat sem! Meg tudná nekem valaki magyarázni, hogy mi történik itt? Ne szomorkodj, majd találkozol egy másik szimpatikus földön kívülivel. Értem már, ez csak egy vicc, nem? Alaposan átvertetek. Betty! Elfelejtett, fiam. A bolygó, amely felé közeledünk, tele van hozzád méltó nőkkel. Számtalan csinos rovar él ott. Cserebogarak, termeszek, ganajtúrók, és persze sok-sok csóták. Betty! Egy hulló csillag, kívánj valamit. Fox! Good grip! Gyertek vacsorázni! Teljesült a kívánságom! Következnek a Pindur Pandúrok, őket pedig Grimm és Evil követi. Space